Sziasztok! Hello, tehát mint ahogy a címből is látható, megvalósult Star Wars technológiákról fogok egy kis röpke előadást tartani. Én Mi az, aki Zsum vagyok, az SF Portál Sci-Fi magazinnak a főszerkesztője, és hát nagyon-nagyon-nagyon régóta vagyok Star Wars rajongó, ugyanakkor a különböző technológiák is igencsak érdekelnek és izgatnak. Ahogy az előadásból látni fogjátok, hát ugye annak idején a 60-as, 70-es években a sci-fi alkotók, írók, filmrendezők, stb. Azok alapvetően úgy képzelték el a jövőt, hogy hát lesz űrhajózás, csillagközi űrkutatás, lesznek mindenféle robotok, repülőautók, és a többi, és a többi. És hát a való életben azért egy kicsit más irányba ment a technológia. Van, amiben még nagyon erőteljesen le vagyunk maradva. Például ugye sokan abban reménykedtek, hogy az ezredfordulóra meg fog valósulni a marsutazás. Ehhez képest ez még sehol sincsen, nemhogy a csillagközi utazás. Ugyanakkor például az informatika és a telekommunikáció világában sokkal nagyobb léptékű előrehaladás történt, mint azt sejtették a sci-fi írók. És hát, hogyha már egy gamer rendezvényen vagyunk, akkor kezdjük azzal, hogy a játékokban mi az a változás, ami történt. Ugye ez egy klasszikus jelenet az első Csillagok háborúja mozifilmből, ahol ugye finoman azt javasolják R2D2-nak, hogy hát hagyja nyerni a Wookiet ebben a holografikus űrsak játékban. És hát ma már eljutottunk odáig, hogy hát bizony a gépek lefőznek minket mindenféle játékokban. Ugye kezdődött ez annak idején a sakkal. Ugye már az 50-es évektől kezdve próbáltak gyártani mindenféle sakkautomatákat. Ugye a sakk tűnt az ilyen stratégiai játékok csúcsának, illetve hát a mai napig az egyik legnépszerűbb versenysport. És hát 1957-ben a Carnegie Mellon University csapata azt mondta, hogy 1967-re már a gépek legyőzhetnek egy sakkvilágbajnokot. Nagyon-nagyon nem tévedtek, de azért ez egy kicsit később következett be. A 70-es évek végére készültek el olyan sakkautomaták, amelyek bizonyos top játékos ellen tudtak győzni. De azért sakkvilágbajnokot egészen sokáig nem vertek meg. 1996. február 10-én következett be az, hogy az IBM-nek a Deep Blue névre keresztelt szuperszámítógépe, az megverte Garry Kasparovot, a sakknak a nagymesterét. Ekkor első körben még csak 4 ponttal nyert, 4 ponttal veszített, akkor még Kasparov nyert. Egy évvel később viszont 97-ben már nagyon csúnyán megverte ez a Deep Blue nevű, hát R2D2-ra egészen kevéssé hasonlító számítógép Kasparovot. És hát Kasparov hogyan reagált? Hát ahogy én szoktam az elmúlt héten a Star Wars Battlefront meccsek végén, ezek biztos, hogy csítelnek. Kasparov is lényegében csalással vádolta meg az IBM-et. De ez még csak a kezdete volt annak, hogy a gépek legyőzzenek minket játékban. Ugye ezek a gépek még viszonylag egyszerűnek tekinthetők. Ugye arról szólt az egész, hogy hát legyen elég számítási kapacitása a gépnek, legyen benne elég processzorerő, illetve hát be kellett táplálni egy nagyon nagy adatbázist annak érdekében, hogy ki tudja elemezni a gép azt, hogy mik azok az optimális lépések, amikkel meg lehet verni valakit sakkban. De tekintve, hogy ugye R2D2 a Star Wars-ban egy asztromech, és neki ugye ilyen mindenféle bonyolult hiperűr útvonalakat kell kikalkulálnia, ezért teljesen hihető az, hogy egyébként egy Wookiet meg tud verni még egy ilyen űrsakban is. A fejlődésre nem kellett már nagyon-nagyon sokat várni. Ugye 2010-ben alapították meg a DeepMind nevezetű céget, amelyiknek az egyik változata, és amit
fölvásárolt a Google nem sokkal később, mint egy $500 milliárd, tehát elég komoly befektetés volt. Ők már teljesen más metódusban közelítették meg a játékoknak a problémáját. Úgynevezett ilyen számítógépes neurális hálózatot hoztak létre, amelyiknek a legnagyobb előnye az a korábbiakhoz képest, hogy hát képes tanulásra. Egy önfejlesztő, öntanuló gépet hoztak létre. És az első nagy sikert, az nem is olyan régen, 2015 októberében tudták elkönyvelni. Méghozzá az általuk nem fejlesztett AlphaGo-val. Ugye a Go az tulajdonképpen sokban hasonlít a sakra. Japánban, Dél-Koreában, illetve Kínában nagyon népszerű, körülbelül egy 4000 éves játék. És azt kell róla tudni, hogy sokkal bonyolultabb bizonyos szempontból, mint a sakk. Számítástechnikai szempontból sokkal bonyolultabb történet azt, hogy kitalálni azt, hogy mik lennének az optimális lépések, amikkel meg tudja verni egy számítógép az emberi játékost. Televe már olyan különbségek vannak, hogy 19x19-es a tábla, ez már önmagában sokkal több variációs lehetőséget kínál. És itt ugye az a cél, hogy a különböző két játékos van, ugye a fekete és a fehér golyócskákkal játszanak, és hát ugye az a cél, nagyon egyszerű, el kell foglalni a táblának minél több részét. 16 márciusában jutott el odáig ez az AlphaGo, tehát 5 évvel a fejlesztés után jutott el odáig, hogy egy 9 danos profit vert meg Go-ban ez a játék. Nagy különbség, hogy itt senki nem kiáltott csalást, sőt a koreai Go szövetség az egy ilyen tiszteletbeli 9 danos titulust adományozott az AlphaGo-nak. Az AlphaGo-nak a kezdeti változatai szintén nagyjából arra épültek, hogy van egy adatbázis, amiben bele vannak táplálva rengeteg játéknak az adatai, több mint 30 millió lépést tárolt, viszont ezt követően még nagyon sokáig finom hangolták a rendszert. Ugye egyrészt ez az AlphaGo saját maga ellen is játszott rengeteg meccset, másrészt humán játékosok ellen is rengeteget játszott, és ebből fejlődött egy öntanulós rendszerrel a képessége. Ugyanakkor 2 évet kellett várni arra, hogy ezt az AlphaGo-t is legyőzzék, méghozzá az AlphaGo Zero-nak nevezett következő változat. Erről azt kell tudni, hogy ebben már nem voltak ilyen meccs adatbázisok, és nem is játszott humán játékosok ellen, hanem pusztán saját magával szemben játszott. Mindösszesen a Go-nak a szabályait táplálták be, és a saját maga által lejátszott meccseken keresztül fejlődött úgy, hogy aztán a korábbi verzióit le tudta verni. És ami még a durva, hogy ugye a korábbi AlphaGo változatokat hónapokon keresztül kellett tréningelni, ezt az AlphaGo Zero-t mindösszesen néhány nap alatt jutott el odáig. De ugye ezek még csak az egyszerűbb játékok voltak, legalábbis így gamer szempontból egyszerűbb. Viszont a DeepMind-nak a másik változata, amivel kezdték az egész fejlesztést, az már egy kicsit közelebb áll ennek a rendezvénynek a tematikájához is. Méghozzá a DeepMind egy másik projektjében Ataris játékokra, kifejezetten videójátékokra trenírozták ezt a rendszert. Például a Breakout, vagy az Asteroids, vagy a Montezuma Revenge című platformára tanították, és lényegében pillanatok alatt meg tudta tanulni azt, hogy hogyan kell ezeket a játékokat játszani, végigvinni, ami egy nagyon nagy előretörés volt a mesterséges intelligencia kutatásban. És igazából ugye az előbb említett AlphaGo-val jutott el a mesterséges intelligencia kutatás odáig, hogy azt mondják a tudósok, hogy hát már ilyen táblás játékokra nincs értelme megtanítani a,
a mesterséges intelligenciákat, már eljutottak arra a szintre, hogy az embereket el tudják verni. Úgyhogy most a videójátékokban van a jövő. Ugye ez a DeepMind, amelyik az Atari-s platformereket képes végigjátszani, az nem régiben egy elég komoly kihívót kapott, méghozzá idén. Ez az OpenAI nevezetű projektben talált kihívóra. Ez képes volt olyan szempontból legyőzni a DeepMind-ot, hogy egy óra alatt képes volt megtanulni ezeknek a platformereknek a működését, míg a DeepMind-nak több heti tanulási idő betelt. És hát ki lehet a következő áldozat? Hát bizony a StarCraft. Nagyon hamar eljöhet az az időszak, amikor például az e-sport csapatok már mesterséges intelligenciákkal fognak megküzdeni, és nagy valószínűséggel veszíteni fognak. Egyelőre még nincsen itt ez az időszak. Eleve van minden évben egy verseny, amelyik a StarCraft első részére alapul, a StarCraft egy Brood Wars-ra egészen konkrétan. Ez egy mesterséges intelligenciáknak szóló verseny, ahol a különböző programozók az algoritmusaikat eresztik egymásnak, és próbálják egymást StarCraft 1-ben legyőzni. Egyelőre még nagyon nagy sikerek ebben nincsenek. Humán játékosok, középszintű StarCraft játékosok már nagyon könnyedén le tudják ezeket az algoritmusokat verni. Viszont idén indult egy olyan projekt, egyrészt a Google-féle DeepMind és a Blizzard között, hogy fejlesztenek egy olyan interfészt, aminek segítségével StarCraft 2-ben meg tudnak küzdeni egymással a robotok. Úgyhogy nagyon hamar eljöhet az az időszak, amikor mesterséges intelligenciákkal ellen kell küzdeni. Egyelőre még a Facebook volt az, amelyikben merészkedett a StarCraft 1-nek a világában, de egyelőre őt még csúnyán elverték a StarCraft játékosok. Viszont, hogyha már a Facebooknál tartunk, akkor nekik is van egy mesterséges intelligencia projektjük. Ugye ismerős az a vicc, hogy hát R2-D2 volt az a szereplő a Star Wars-ban, akinek olyan mocskos volt a szája, hogy az összes mondatát ki kellett sípolni. Hát ugye ez persze a vicc része, ugye R2-D2, illetve ezek az Astromech robotok, ezek a saját bináris nyelvükön kommunikálnak. És hát, hölgyeim és uraim, ez az idő is elérkezett, hogy a mesterséges intelligenciák, sőt, ez, mint látni fogjátok, ez még nem is mesterséges intelligencia, de már elkezdték az automaták kifejleszteni a saját nyelvüket. Idén nyáron történt az, hogy ugye a Facebookon létrejöttek ezek a különböző chatbotok, amiket alapvetően arra találtak ki, hogy a különböző Facebookon hirdető cégek tudjanak könnyebben kommunikálni, automatizált módon tudjanak kommunikálni az ügyfeleikkel, és kísérletképpen a Facebook csinált két saját chatbotot, és az volt ugye kiadva nekik feladatnak, hogy hát különböző ilyen üzleti megállapodásokat próbáljanak kötni egymással a chatbotok, illetve tanítsák meg egymást az emberi nyelvre. Hát ezutóbbin lendült túl nagyon gyorsan a két Facebookos chatbot. Pillanatok alatt kifejlesztettek egy saját nyelvet, amin keresztül beszélgettek egymással. Sokkal, emberinél sokkal hatékonyabb gépi nyelv, nagyon-nagyon-nagyon sok rövidítést kitaláltak, mondhatnánk azt is, hogy LOL. És hát, hogyha már a nyelveknél tartunk, akkor említsük meg azt, hogy hát a C-3PO-t is lassanként kezdjük lekörözni. Igaz, még nincsen olyan, hogy 6 millió különböző kommunikációs formában
lennénk otthon, de hát ugye a Google Translate az, az már egy megvalósult történet, és ugye a Google Translate az még csak egyfajta tolmács alkalmazás, de ugye ez a legelterjedtebb, már csak azért is, mert valamennyiötök, hogyha androidos telefonotok van, valamennyiötök telefonjában van egy ilyen Translate alkalmazás, ami, mint látható, ugye már képes arra, hogy fölismerjen a telefon kameráján keresztül egy szöveget, és azt lefordítsa valamilyen nyelvre. Bizonyos nyelvek között ez ugye könnyebben működik, például az angol és a német között. Bizonyos nyelvekkel nagyon erőteljesen meg kell küzdenie, ilyen például a magyar nyelv. Ezt bármikor ugye kipróbálhatjátok, hogyha valamilyen magyar szöveget akartok lefordítani, mondjuk angolra, vagy vice versa. Illetve idén kiadták ezt a fülhallgató jellegű történetet, ez a Google Pixel Buds, ez a Google saját androidos telefonjával a Pixellel képes együttműködni, és azt tudja, hogy lényegében valós időben tolmácsol egy gépi hang segítségével. Egyelőre még csak 5 nyelv között, angol, német, japán, talán spanyol, meg még valami. Egyelőre ez még nem annyira, nem annyira könnyed és egyszerű történet. De tulajdonképpen már lassanként ott fogunk tartani, hogy C-3PO is valamennyire megvalósítható. Ugye ez itt a szeparatista droid vezérlőnek a képe, és azért raktam ezt be, mert hogy egyelőre úgy tűnik, hogy ez a reálisabb forgatókönyv, sem mint azok az önálló droidok, mint C-3PO, vagy R2-D2, vagy BB-8. Ugye ezek az alkalmazások iszonyatosan nagy számítási kapacitást igényelnek, borzasztó erős szerverparkokon futnak, tehát nem valószínű, hogy a közeljövőben egy Astromech droid méretű helyre össze lehetne zsúfolni azt a technológiát, ami szükséges ahhoz, hogy ezek működjenek. Viszont azért úgy, ahogy működnek, ez a kép, ez a hivatalos Star Wars YouTube csatornáról származik. Van, néhány hete indítottak egy olyan műsort, ami pont ugyanazzal foglalkozik, mint ennek az előadásnak a témája, a tudomány és a Star Wars kapcsolatáról. És néhány héttel ezelőtt építettek a hivatalos R2-D2 Builder Club segítségével, építettek egy Astromech droidot, ami ilyen távvezérelhető történet. És ezt a robotot az IBM-nek a szuperszámítógépe, az IBM-nek a mesterséges intelligenciája vezérli, amit ugye Watson néven ismerünk, és hát képes volt ebben a műsorban, majd nézzétek meg, képes volt fölismerni a műsorvezetőt, ezt a szemüveges fiatalembert, meg tudta mondani, hogy igen, ő a Star Wars Show-ban van, fényképeket is, videófelvételeket is készített a stábtagokról. Ugye a tableten megmutatják a róla készült fényképet, és fölismeri saját magát, úgyhogy egészen félelmetesen élethűre sikeredett ez a droid. De egy kicsit szakadjunk el a következőkben a számítástechnika és a kommunikációs technológia világától, és nézzünk meg egy-két olyan dolgot, ami valahol már közel van a megvalósulás fázisához, de azért még nem vagyunk ott. Ugye a sugárfegyverek. Hát a különböző sugárfegyverek vagy lézerfegyverek egyelőre a jelenlegi technológiai színvonalunkon elég nagy csalódást jelentenek. Amit láttok, az amerikai haditengerészetnek egy kísérleti technológiája. Egy hadihajóra fölraktak egy lézerágyút,
amelyik arra képes, hogy néhány másodperc alatt egy ellenséges drónt le tudjon lőni. De egyelőre ez még nem annyira impresszív, viszont borzasztó nagy költségcsökkentést remélnek ettől a technológiától, ugyanis egész egyszerűen a drónok leszedéséhez használt lőszerek azok túl drágák, sokkal egyszerűbb, hogyha van egy lézerágyú, amelyik képes lelőni ezeket az ellenséges járműveket. Ne hát még azért az ilyen turbólézer ütegekig nagyon-nagyon sokat kell fejlődni. Oké, hát nyilván emlékeztek erre a kis lebegő kis gömböcskére, amivel Luke Skywalker-t tréningelte Obi-Wan Kenobi. Nagyon jó kis gyors tartalmú tréning lehetett így a Tatooine-ról az oldalára menet ez a történet. Hát vannak most már ilyen űrjárműben lebegő gömbjeink. Sphere-nek hívják ezeket, és ez a Synchronized Position Hold Engage Reorient Experimental Satellites névre hallgat eredetiben. Én ezt meg nem próbálom lefordítani ezt a dolgot. Lényeg az, hogy ez a nemzetközi űrállomáson vannak ezekből többen, ez három darab is. Ezek távirányítással az űrközpontból is irányíthatóak, illetve a nemzetközi űrállomástól is, de teljesen automatikusan is tudnak működni, és arra használják őket, hogy egyrészt az űrhajósokat figyeljék meg velük, vagy pedig automata módon ellenőrizzenek bizonyos felszereléseket. Nagyon nagy hátulütője ezeknek a gömböknek, hogy ahhoz, hogy lebegjenek, ahhoz zero G kell, tehát ez a földi körülmények között nem annyira praktikus. Hát ugye van az a klasszikus mém a Facebookon, hogy tegye fel a kezét, aki szereti a Star Wars-t, és akkor így mindenki fölteszi a levágott kezét. Ugye Luke Skywalker keze, műkeze, és egy nagyon fantasztikus dolognak tűnt még a Birodalom visszavág bemutatója idején. Hát ugye nagy erőkkel dolgoznak azon, hogy létezzenek ilyen mesterséges protézisek. Itt ugye a DARPA-nak az egyik kísérleti robotkeze látható. Hát látszódik, hogy még a koordinációja nem annyira tökéletes ennek a megoldásnak, de közel vagyunk hozzá. Én csodálkozom rajta, hogy itt ezen a felvételen még nem itta le magát az úriember. De látható, hogy mondjuk ezt a labdát is azért viszonylag nehezen kapja még el a kezével, de ott vagyunk lassanként. Hát amivel még szintén tartozik a technológia és a tudomány, azok ezek a speederbike-ok vagy siklók, amiket ugye az új reményben is láthattunk, ugye Luke Skywalker-nek a siklóját, vagy akár pedig a Jedi visszatérben ezeket az Endori robogókat. Ez egy 2012-es felvétel, amit láthattok. Az Aeroflex nevezetű cég fejlesztett egy ilyen lebegő siklót, és igazából ez volt az összes, amit találtam erről a történetről. Úgy tűnik, hogy nem nagyon terjedt el. Ezt nyilván a terjedését gátolta az is, hogy egyelőre baromira nem praktikus egy ilyen sikló, illetve ilyen 50-100 ezer dolláros ár színvonalon akarták ezeket értékesíteni. Én azt tippelném, hogy lehet, hogy ez a cég bebukott, mert tényleg nem találtam róla azóta újabbat. Viszont nem adták fel más cégek sem ezt a történetet. Ez például egy idén egy orosz, amúgy drónok fejlesztésével foglalkozó cég adta ki ezt a videót. Itt tulajdonképpen drón technológiát alakítottak át egy ilyen lebegő járműre. Hát ennek a praktikusságáról is vannak kétségeim, de haladunk e felé. De azért valójában inkább a közeljövő az inkább az önvezető járművek, önvezető autók, önvezető kamionok irányába mutat,
mint sem az ilyen repülő járművek irányába. Igen. De hogy van a drónoknak egy praktikus vetülete is, amivel ugye az Amazon kísérletezik, és hát biztos emlékeztek erre a Mouse droidra, amelyik ugye a halálcsillag folyosóin szaladgált. Ez ugye a csillagok háborújában, ez egy ilyen futár droid, kisebb küldeményeket, üzeneteket küldözgetnek vele egymásnak a halálcsillagnak a parancsnokai. Hát valami hasonlót próbál az Amazon is, csak ugye drónokkal, méghozzá ők azt próbálják megcsinálni, hogy automatikusan elvigyenek kisebb szállítmányokat. Az a céljuk, hogyha én megrendelek valamit az Amazonról, és Amerikában vagy Angliában élek, akkor mondjuk bizonyos termékek akár egy fél órán belül megérkezzenek az otthonomba. Ez ugye egy ilyen koncept videó, ami arról szól, hogy nagyon várja az úriember, nem tudom, valami okostelefont, amit rendelt, és fél órán belül meg is érkezik a szállítmány. Itt ugye nagyon fontos motiváció a pénz. Az Amazon is azért akarja ezt megcsinálni, mert ők azt gondolják, hogy a logisztikai költségeiken iszonyatosan sokat tudnak spórolni, hogyha drónokat használnak, illetve jobban föl is tudják pörgetni az előadásokat, hogyha a vásárlók is azt látják, hogy hú, pillanatok alatt meg tud érkezni egy szállítmány. És hát ez pedig az AHR 500-as páncél, ez egy valóban lefejlesztett páncél, szándékosan olyanra csinálták, hogy Boba Fettnek vagy a Clone Troopereknek a páncéljára hajazzon ez az egész történet. Hát, hogyha valami nagyon nagy léptekkel fejlődik, az bizony a haditechnika. Igaz, klónkatonáink még nincsenek, bár még ez is akár bekövetkezhet. És hát mi az, amivel nagyon sokban tartoznak nekünk a tudósok, technológusok? Hát ugye működőképes fénykardunk még nincsen, ezt én elég erőteljesen sérelmezem. Nincsenek, nemhogy csillagrombolóink nincsenek, de nincsen még csillagközi utazásunk, tehát nem tudunk elrepülni az Olderára vagy a Tatooine-ra. És hát ami még nagyon-nagyon szomorú dolog, hogy egyelőre nem sikerült bizonyítani azt, hogy létezne olyan, hogy erő, amivel mondjuk a fent említett csillagrombolókat le lehetne hozni a világűrből. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, nagyon-nagyon sok egyéb technológiai dolog van, ami még kimaradt ebből az előadásból, viszont ahogy már említettem, van a hivatalos Star Wars YouTube csatornán egy sorozat, igaz angol nyelven, hetente frissítik, ahol az IBM segítségével pont ezt a témát taglalják, hogy milyen megvalósult Star Wars technológiák léteznek a valós életben. Nagyon-nagyon szépen köszönöm!